Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Advent második vasárnapja után egy nappal. Két ünnepet szeretnék összekapcsolni. Az egyik a ternapi nap, Advent második vasárnapja, és a mai nap a szeplőtelen fogadtatásnak az ünnepe. 1854-ben, tehát 1854-ben hirdette ki az egyház eme utolsó hittételét, mi szerint a boldogságos szüzanya áteredő bűn nélkül, ősbűn nélkül fogant. Erről a két gondolatról szeretnék beszélni, tehát Adventről, illetve a szemplőtlen fogantatás témáját egy kicsikét körbejárván. Tegnapi nap Izajás profitától a 40. fejezet 9-es 10 es sorában a következőket olvashattuk. Menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak, emelt föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek, emelt föl hangodat, ne félj! Hirdes Júda városainak, éme a ti istenetek, Isten az Úr, éme eljön hatalommal, karjával, mindent uralma alá vet. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor, karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajókat pedig nagy gonddal vezeti. Egy fontos üzenetet hirdet a profita a halmok tetejéről, Mégpedig azt, hogy jön a megváltás, jön a szabadítás, és az Isten nem emberi hatalommal, hanem Isten hatalmával jön rendet teremteni, békét teremteni a világban. Olyan, mint egy jó pásztor, aki egybe gyűjti a juhokat, karjába veszi a gyengéket, az eleseteket. Másod is előkerül a jó pásztor kép az Ószövetségben. Jézus ezt magára alkalmazza. Ő a jó pásztor. Ő az, aki egy magas hegyről, a nyolc boldogság hegyéről meghirdeti számunkra a teljes boldogságot. De ő az, aki nem csak meghirdette a teljes boldogságot egy magas hegyről, hanem a golgot a hegyéről, ahol őt fölfeszítették, megvált bennünket, fölkarolja az embereket, mind az élőket, a földön élőket, mindazokat, akik már elhunytak vagy el fognak majd hunni, mindent magához vonz. Hogy olvassuk és tanítja nekünk Jézus, ha fölmagasztanak, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Mi van a szent szeretet vonzásában élünk, Jézus Krisztus belehalt ebbe a fölkutatásba, ebbe a felkeresésbe, utánunk járásba. Azért, hogy szentséges szívén, szeretett szívén tudjunk megpihenni. Nos, hát ezt a szeretetet várjuk karácsonykor, és most átment második vasárnapján, amikor már a második gyertyaszállat meggyűjtöttük, akkor a közelgő fényt ünnepeljük, vagy pontosabban Krisztust ünnepeljük, aki nekünk a világ világossága, aki elhozza nekünk az életet. Olyan jó Jézusra hagyatkozni, nem ember hagyatkozni, amikor is megélhetjük azt, hogy nem ember, nem valami fajta ö, szövevényes háttérhatalom, titkos kéznek a, 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 a birtokában vagyunk, nem egyfajta illuminátus köröknek a, a, a rendszerében tudunk csak mozogni, nem az ördőnek, a sátánnak a szövevényében, hanem eljön hozzánk az Isten, és ő az, aki hatalmas erejével, mindenható erejével szeret bennünket. Ő az, akinek van hatalma. Mikor Jézus tanít, akkor ezt mondják az emberek, nem emberi tanítás ez. Hát így még ember nem tanított. Ez olyan tanítás, mint akinek hatalma van, Isten hatalma van. Jézus Krisztus, tehát mint jó pásztor jön el hozzánk. Ezt ünnepeljük, és őt várjuk tiszta lélekkel. A Mai napon, szeplőtelen fogantatás ünnepén, az egyháznak a fő ünnepén, a katolikus egyház fő ünnepén, 1854-ben hirdette ki az egyház azt a hittételt, amit voltaképpen már az első századoktól fogva vallott. Mi szerint a boldogságos szűzanya, Jézus Krisztusnak az édesanyja, ő az áteredő bűn fogant, tehát nem hordozza magában azt az ősbűnt, azt az ősfertőzést, amelyet az első emberi közösség rágzódított, amikor is az ősbűnt, az első bűnt elkövette. Isten az embert szentnek teremtette barátságban élt, És ez a barátság, ez nem ideig tartó barátság, a Bibliában ezt olvashatjuk. Úgy élt az Isten az emberrel, mintha szabad mondani, mint egy egyen jogú partnerekként, persze teremtő az Isten, teremtmény az ember, de nem volt félelem, nem volt aggodalom, nem volt szomorúság, nem volt halál, nem volt bizalmatlanság, nem volt betegség, nem volt fájdalom, semmifajta rossz nem volt az emberiség őshajnalán. A sátán azonban, akire az ember hallgatott, az ős ellenség, aki azonban teremtmény, tudnunk kell, hogy a sátán teremtmény, de nem eleve rossz teremtmény, hanem szabad akaratából az egyik legnagyobb angyal az Istennel szembefordult, abba a szeretet áramlásba, közösségbe, amiben élt, arra ő nemet mondott. Ez az ős tagadás. Most ebbe az örvénybe kapcsolta bele, húzta bele, az első emberi közösséget a sátán, és ez az ős bűn, az áteredő bűn, az ember megismerte a rosszat. Megismerte a rosszat, és ezáltal az ember egy viszonylagos világba került. Tehát valamikor boldog, valamikor boldogtalan, valamikor egészséges, valamikor egészségtelen. És ami legszörnyűségesebb, a halál mint, mint, a, a sátánnak a, 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 fullánkja, az embernek a lelkét átjárja. Jézus az, aki ebből nekünk szabadulást hozott. A boldogságos szűzanyát a Jóisten eleve megóvta ettől az ős ellenség átoktól, ettől az ősi fertőtől, és ezért mondjuk Máriát szeplőtelenül, vagyis bűnnél től fogantatottnak. Vagyis Mária úgy fogant a méhébe az igét, a valóságos Isten és a valóságos embert, hogy az ő, az ő lelke teljesen tiszta volt. Ez valahol, ez szerintem teljesen logikus is, hiszen gondolj csak el, hogy az Isten maga jön el hozzánk. Nem méltó az, hogy az embernek a, 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 a természete egyfajta fertőzötté bűn állapotától átjárt legyen, és így jöjjön el hozzánk egy szimplex, egy pusztán emberbe az Isten fia. Akkor, amikor bennünket megkeresztelnek, akkor mi is valamelyes módon Szent lélektől átjártakká válunk. az ősbüntől, az áteredő bűntől szabadokká válunk. A fertőző természetünk azonban sajnos rosszra hajlóként megmarad, de megkapjuk mindig az elégséges kegyelmet ahhoz, hogy a jó győzedelmeskedjen bennünk. És így módon elmondhatjuk, hogy mi is, amikor Jézust szívünkbe fogadjuk, például a szent áldozáskor, vagy akkor, amikor jót teszünk, amikor Isten igéjét hallgatjuk, vagy imádkozunk, akkor, akkor Szűz Máriahoz válunk hasonlóvá, aki szívébe fogadta az örök igét. Ezért a jó mag, Krisztus bennünk kifakad, kisarjad, és sokszoros termést tud hozni. Valamelyes módon, így módon mi is hasonlítunk a Szűzanyához. Mária országa vagyunk. És ahogy ebbe belegondolunk, kedves testvérek, ez egyfajta védettséget jelent számunkra. A szeplőnettelenül fogantatott Mária, aki bűnnélküli, neki ajánlotta föl Szent Királyunk, országunkat, nemzetünket. Egy olyan védelem alatt vagyunk, ami nem emberi védelem. Akkor, amikor tíz évvel ezelőtt a határon túli magyar testvéreinkre valamelyes módon nemet mondtak, hogy sokan a kettős állampolgárság kapcsán az nagyon sok helyütt bizony gyásznappá vált. Több pap kollégám, határon túl itt eh, testvéreink nagyon-nagyon szomorak voltak. És bizony többen máig ezt a fajta nemet rájuk nem nagyon tudták feldolgozni. Egy anyaországnak nem így kellett volna igazából viselkednie, ám a gondviselő Isten ezt a fajta eh, rossz döntést át tudta írni. Én hiszem azt, hogy nemzetünk országunknak különleges, helyzete van, kiválasztottságban vagyunk. És ezért kell azon lennünk, hogy tiszta lélekkel, tiszta szívvel tudjuk lelkünkbe fogadni Jézus Krisztust, mint ahogy Mária szívébe fogadta Jézus Krisztust. Mindenkinek megvan a maga feladata, maga kis kötelessége. Családja körében, munkahelyén, a közéletben, az utcán, bárhol, ahol vagyunk, hogy Krisztusi emberekké tudjunk válni, Mária gyermekeit tudjunk válni, vagy ahogy Szent Királyunk, Szent István Király felajánlott bennünket a nagyasszonynak, e, magyarok nagyasszonyának legyünk a hűséges és tiszta lelkű gyermekei. Ahogy énekeljük is a Szent énekünkben, hadd legyünk tiszták, hűsök, szentek, hazánkat így mentsd meg. Ahogy énekeljük szép Népi nekünk van, had legyünk tiszták hősök szentek, hazánkat így mens meg. Gondolkodjunk egy kicsikét el azon e, esténként, hogy hogyan tudom ezt a lelki tisztaságot megvalósítani, vagy hogyan tudtam megvalósítani. Akkor, amikor bűnbánatot tartunk a szentmisek kezdetén, akkor mit is mondunk, gondolattal, szóval, cselekedettel vagy mulasztással védkezhetünk. Ha átgondoljuk napunkat, Isten színe előtt, és milyen jó Isten igét olvas, ajánlom mindenkinek a figyelmébe, akár az Adorémus, például a kiadványt, vagy a katolikus igenaplár fönt van interneten is, szépen vegyük a kezünkbe. Isten igéjét és naponta olvasgassuk, és adventi várakozással várjuk Jézus Krisztust. Tehát, hogyha átgondoljuk életünket, hogy mikor voltunk ragyogók és tündöklők, mikor volt, amikor olyan a sötétségben bujkálók voltunk. És kérjük Istenek a kegyelmét, hogy akkor, amikor sötétségben voltunk, bizalmatlanság, szeretetlenség, lustaság, korhelyélet, valamifajta zűrös dolgok, Isten ragyogd be az én életemet. A te szent igéddel, a te szent világosságoddal. És a következő napot így fogjuk majd megtervezni. Ad Uram, hogy mint a világosság gyermekei, Tudjunk ragyogni és tündökölni, mint ahogy a meggyújtott adventi koszorún a gyertyalángok.